Kedves nézőink, köszöntöm Önöket a KTV Televízió nevében, Molnár Lábadi Csilla vagyok. Önök a Mesék gyerekeknek című műsorunkat láthatják, melyben a világ legszebb mesét mutatjuk be. Műsorunk célja, hogy belekóstoljunk a mesék világába, és hogy ráébredjünk, hogy a könyvek mellett lehet a legminőségesebben eltölteni a szabadidőnket. Műsorunk mai részében Aliba Pásztorlány című mesét mutatjuk be. Kellemes időtöltést kívánunk! Aliba pásztorlány. Egyszer egy királynénak váratlanul meghalt a férje, és onnantól fogva egyedül nevelte a lányát. Teltek múltak az évek, a királyné lassan megöregedett, a lány pedig gyönyörű hajadonná serdült. Szépsége messze földre is eljutott híre. Egy szép nap egy királyfi a messzi országból megkérte a kezét, és az öreg királyné odaígérte. Mikor aztán közelgett az esküvő ideje, a mennyasszonynak útra kellett kelnie a messzi országba. Édesanyja ellátta őt ezüsttel, arannyal, pompás ékszerekkel, egy szóval mindennel, amit egy királyasszonynak hozományba illik vinni. Aztán kiválasztotta szolgalányai közül a legszebbiket, s azt mondta, rendelte mellé komornának. Majd ezt mondta neki, te kíséred el a nagy úton. És a hátasnónak megkapták az udvari istálló két legjobb paripáját, a királylányét Faladának hívták, és az olyan ló volt, hogy beszélni is tudott. Elkövetkezett a búcsú perce. Az öreg királyasszony elővette egy kis vászonkendőt, és aztán a késsel megszúrta az ujját, majd abból vér budjant ki, és három csöppet csöppentett a kendőre. Ezt tedd el, édes gyermekem, mondta. Hasznát veszed majd az úton. A királylány kebrére rejtette a kendőcskét, megölelte, megcsókolta édesanyját, felült a lovára, és útnak indult nyomával a komornával. Jó órája lovagoltak, amikor a királylány megszomjazott a melegben. Oda szólt a komornának, nálad van az aranypohárkám? Ugyan szállj le, kérlek, merítsd el a patakból, hogy ihassak. Aki szomjas, szálljon le maga, felelte a komorna. Hajoljon a víz fölé, és igyék belőle, én bizony nem leszek senkinek a cselédje. Szegény királylány majd elepett a szomjúságtól, leszállt a lováról, lefeküdt a vízpartján, és úgy ivott a vízből, nem pedig az aranypoharából. Istenem, Istenem, suttogta közben, és a vércsöppek ráfelelték. Anyád szíve, ha így látna, bánatában megszakadna. A király kisasszony elbúsult, észre se vette, hogy nagy bújában kebeléről egyszer csak kicsusszon a vércseppes kendőcske, belehull a vízbe, és ahogy belehullik, nyomba elkapja a zár, és viszi messzebb, lebegteti, forgatja és elmeríti. A komorna azonban mindezt látta a lova hátáról, és igen megörült, mert tudta, a királylányt már nem védi édesanyja vére, tehet vele, amit csak akar. Rá is ripakodott nyomba, hogy fel akart ülni a szegény lánya lovára. Menj csak félre onnét! Lovat cserélünk, mostantól fogva Falada az enyém, te meg ülsz az én gebémem. Aztán keményen ráparancsolt, vesse le a királyi ruháját, s öltözön az ő komorna ruhájába, végül pedig megeskedtette a nagy égre, hogy megérkeznek a királyi udvarban, egy árva szót sem szól sor senkinek a dologról. Annak, ami köztük történt. Faladán kívül nem is volt más tanulja szegény királylánynak, de az mindent látott és mindent megjegyzett magának. Így ügettek tovább a komorna Faladán, a mennyasszony pedig a másik lovon, míg csak a királyi kastélyhoz nem értek. Ott nagy örömmel fogadták őket, a királyfi elébük sietett, lesegítette a komornát a lóról. Hogyan is gondolhatta volna, hogy ez nem az igazi mennyasszony? Fölvonultak a lépcsőn, a királynak meg oda lent kellett maradnia az udvaron. Királyfi édesapja, az öreg király éppen kinézett az ablakon, és megfigyelte a királylányt. Ejj, de szép, de finom teremtés, azzal átment a fogadóterembe, hogy megtudakolja a mennyasszontól, kit hozott magával. Útközben szedtem föl, hogy ne unatkozzam, felelte. Valami munkára kell fogni, lelopja itt a napot. Jól van, mondta az öreg király, van nekem egy ügyes kis libapásztorom, mellé adom segédnek. Ettől fogva a pásztor gyerekkel terelgette az igazi király kisasszony a libákat, a hamis mennyasszony pedig ott kényeskedett, ott páváskodott a palotában. Jól érezte magát és a jó módot, hanem csak akkor borult gondba, amikor rádöbbent arra, hogy Falada esetleg elárulhatja, amit tett az igazi király kisasszonya. Rámosolygott egy napon a királyfira. Kedves férjem, szépen kérlek, tedd meg, amit kérek tőled. Szíves örömest. Hadd hallom, mi a kívánságod? Semmi egyéb, mint hogy hívasd el a sintért, és vágasd el annak a lónak a nyakát, amelyiken idejöttem. Sok bosszúságom volt vele. Királyfi kiadta ízben a parancsot, legyen úgy, ahogy a felesége kívánja. Híre futott a dolognak az egész udvarban, de még lent a majorban is,
És az igazi királykisasszony is ezt meghallotta. Amikor reggel megérkezett a sintér, megkérte Aliba pásztorlány: egy aranyat adok neked, ha teljesíted a kérésemet. Ha levágtad a lófejét, szögezd ki a város kapujába. Annak sötét boltja alatt terelem el este a libákat, ha felnézek, legalább a fejét hadd lássam szegény faladámnak. Hát a sintér megtette, amit kért, mert megsajnálta a királykisasszonyból lett libapásztorlányt, és odaszegezte a kapuajba a lónak a fejét. Másnap kora reggel, amikor terelik a pásztorfiúval a libafalkát, azt mondja a királylány: mivé lettél, paripácskám? S ráfelelt a lófej: menj csak, szép királylány, anyád szíve, ha így látna, bánatában megszakadna. Erre a királylány már nem szólt semmit, csak szép csendesen kisétált a városból. Mikor kiértek a mezőre, olyan volt a haja, mint a színarany, amikor kibontotta. A pásztorfiú meg csak nézte, hogy csillog-villog. És erre ki akar tépni egy hajszálát, de a királylány észrevette szándékát, ahogy a fiú feléje kapott. Fúj, szelecske, fúj hát, fúj le róla a sapkád, hadd kergesse a rétem, míg a hajam kibontom, kefélem koszorúba szépen. Egyszerűen hebes szél kerekedett, lefújta a fiú fejéről a sapkát, és olyan sebesen sodorta, hogy alig győzött szaladni utána. Végre elcsípte, de mire visszaért a királylány, már régen megfésült és befonta a haját. A pásztorfiú mérgébe szóba sem állt vele többet. Duzzogott, hátat fordított neki, és így őrizték tovább a libákat. Hazamentek. Másnap ugyanezt tette a királykisasszony, már a kapuból. Beszélt a lovával, és amikor kimentek a rétre, újra a kis pásztorfiú ki akart tépni egy hajszálát, majd a királylány újra elénekelte a nótácskáját, hogy fúj, szelecske, fuvaj hát, fúj le róla a sapkát, hadd kergesse a rétem, míg a hajam befonom, kefélem koszorúba szépen. És ez így történt minden nap egymás után, míg egyszer bosszúságában a pásztorfiú így szólt a királyhoz: uram királyom, én ezzel a lányal nem őrzöm tovább a libákat. És ugyan miért? Nem kérdezte az öreg király. Hát egész állónap csak bosszant. Erre aztán az öreg király megparancsolta neki, mondja el, mi történt. Hát az úgy van, királyom, hogy amikor reggel tereljük kifele a falkát a kapu alatt, van ott egy lófej. Annak azt mondja: mivé lettél, paripácskám? A fej meg azt vágja rá, hogy menj csak, szép királylány, anyád szíve, ha így lát, a bánatában megszakadna. És elmondta szép sorjában mindent, milyen haja van a lánynak, hogyan hívja a szelet, és neki hogyan kell a sapkáját kergetnie. Az öreg király figyelmesen végighallgatta a fiú mondókáját, aztán meghagyta neki: hajtson csak ki másnap is, ahogyan szoktak, hanem azon a reggelen ő maga jókorán fölkelts, elbújt a sötét kapuba, hogy kihallgassa, mit beszél a lány a lófejjel. És úgy talált mindent, amint azt a fiú előzőleg elmondta. Megvárta, míg kiterelik a falkát a kapun, akkor aztán óvatosan utánuk lopakodott, és onnan figyelte őket a mezőn, hogy mi történik. A libák csak hamar szétszélettek a legelőn, a pásztorlány meg leült a gyepre, és bontogatni kezdte a haját. A fiú leselkedett a közelében, alig várta, hogy óvatlan pillanatban kitéphessen egy hajszálát. De alig, hogy egyet moccant, a lány nyelve már is pergett, mint a rokka. Fúj, szelecske, fuvaj hát, fújd le róla a sapkát. A szél tüstént fölkerekedett, lekapta a sapkát, s vitte, görgette a mezőn. A pásztorfiú futhatott utána, ahogy csak a lába bírta a lány, meg az alatt megfésült és bevonta újra a haját. Az öreg király jól megnézte magának a dolgot, s mikor este hazaért a libafalka, leküldött az udvarba a pásztorlányért, és maga elé hívatta. Édes lányom, mindent tudok, hallottam, mit beszéltél a lófejével, azt is hallottam, mit parancsoltál a szélnek. Most aztán mondd meg nekem, mi ez a dolog, mit jelentsen. Jaj, felelt a lány, én a szőrségednek el nem árulhatom, bajomról senkinek nem panaszkodhatok, erről esküdtettem a nagy égre. Király ideig unszolta, de már többet egy árva szót sem tudott kihúzni belőle, végül is gondolt egyet, és azt mondta: jól van, ha nekem nem mondhatod el, ott a kályha, búj bele, és sírd ki magad a kályhának. Azzal a sarkon fordult, és ott hagyta, de kint a folyosón megállt, a kályhaluknál odahajoltotta a fülét, s mind kileste, mind kihallgatta, hogy mit mond a lány. És a lány elkezdte: jaj, nekem szegény királylánynak, magam vagyok az életben, nincs pártfogom, senki a világon. Megölték a lovamat, elvették a ruhámat, elcsalták tőlem a vőlegényem, trónuson pompázik a komornám, én meg őrizhetem künnöréten a libákat. Szegény édesanyám, ha tudnád, mi sorsra jutottam, szíved szakadna meg bánatodban. Az öreg király, hogy ezt meghallotta, a tüstént szolgálókat hívatott, és megparancsolta nekik, öltöztessék fel a lányt a legszebb ruhába, aztán sietett a fiához, elmondta neki, hogy a mennyasszonyának hitt, csak egy álnok komorna, az igazi mennyasszony pedig libapásztorlány volt eddig. A királyfi alig hitt a fülének, ment apjával a trónterembe, és ott majd elámult a csodálkozástól, amikor meglátta a lány sugárzó szépségét, nyájas, szelíd arcát. Az öreg király egyenlőre mindenkinek hallgatás parancsolt. A komornából lett királynénak úgy kellett jelenteni a dolgot, hogy egy idegen királylány jött vendégségbe,
és fáradt a nagy úttól, lepihent, és estére lakomát rendeznek neki. Úgy is lett, estére egybe is gyűlt az ebédlőterembe a király minden jó barátja és az ország valamennyi számottevő embere. Az asztalfőn a királyfi ült, mellette egyfelől a királylány, másfelől a komorna. De a komorna nem ismerte fel a királylányt. Mikor már eleget ettek, ittak, s jókedre keltek, egyszer csak fölállt az öreg király, és csendet intett. Kedves vendégeim, mondjátok meg nekem, mit érdemel az olyan hűtlen szolgáló, aki úgy bánik a gazdával, ahogyan én most előtökbe előadom. Azzal elmondta töviről hegyire az egész történetet. A vendégek csodálkoztak, tanakodtak, egyik-másik hitetlenkedett is. Ilyen álnok szolgáló talán nincs is a világon. De még mielőtt bárki nyilatkozott volna, megszólalt a királyfi balján a komorna, mert hát egy pillanatig sem gondolta volna, hogy az öreg király tudja a titkát. Bizony az ilyen megérdemli, hogy szégyen szemre világgá kergessék. Magad fölött ítélkeztél, szólt az öreg király. Ez legyen hát a sorsod. Így is történt, a királyfi pedig feleségül vette az igazi királylány, hét országra szóló lakodalmat csaptak, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Hogy tetszett a mese? Jó. És egyébként szeretitek a meséket? Igen. Hangosabban. Igen. És milyen meséket szerettek? Tehát ilyeneket, amik ilyen hercegnőkről, hercegekről szólnak, vagy inkább az állatos meséket? Állatos. Állatos meséket. És te? Én is. Van valami kedvenc mesétek az állatos mesék közül? Nincs. Nincs? És neked? És szoktatok meséket hallgatni otthon? Igen. És ki szokott nektek mesét mesélni? Kompjúter. És neked? Nekem a babám. Ismert? Hallottátok már ezt a mesét? Igen, néztem. Nézted? Igen. Rajzfilmbe vagy filmbe? Rajzfilm. Te nem? És hogy tetszik ez a mese? Nekem nagyon. És mondjuk így, ahogy én elmeséltem, meg a rajzfilm, amit szoktál nézni, van különbség? Nincs. Nincs? És melyik rész tetszett a legjobban ebben a mesében? Nekem az egész. Az egész. És melyik hős tetszett a legjobban? Ki volt a kedvesebb? A király, az igazi királylány, vagy az a hamis? Az igazi. És ha mondjuk színdarabot csinálnátok itt az iskolába, akkor szeretnétek részt venni ebbe a színdarabba, a Liba pásztorlányba? Igen. És kit szeretnétek eljátszani? Igen. Voltak fiú szereplők is, a király, a királyfi. Nem szeretné benne játszani? Nem. Szeretitek a meséket? Igen. Igen. Régen nagyon sok magyar népmesét néztem. És hogy szerettek a meséket? Úgy szerettek, hogy inkább nézitek rajzfilmbe mondjuk, vagy filmbe? Vagy inkább úgy szerettek, hogyha valaki meséli? Hogyha valaki meséli. Hát én mind a hármat. És ez a mes, amit most én elmondtam itt nektek, ezt hallottátok már? Vagy láttátok? Én még nem, de... Attól, hogy én még nem hallottam, szerintem nagyon jó volt. Szerintem még, hogy hallottam, attól még a szép. És hallottad is ezt a mesét, és láttad is, vagy? Filmben. Filmben. És a film egy kicsit más volt, ugye? A film egy kicsit más. De így is tetszett. Igen. És melyik hős tetszett a legjobban? Azt tetszett a legjobban, amikor visszakérdezett. Ja, szóval a vége. És neked melyik részt tetszett? Hát, nekem amikor a pásztor kergette a sapkáját, az nekem egy picit vicces volt. Ugye, a vicces részek a legjobbak. És van kedvenc mesétek? Igen, nekem is van, de körülbelül nem tudom, a nevét. Neked? Van kedvenc mesém, de nagyjából mindenki.
Tetszett a mese? Igen. Igen. És mit tetszett a legjobban a meséből? Nekem, amikor azt tetszett legjobban, amikor a kis pásztor lány kiengedte a haját. Én nekem meg azt tetszett legjobban, amikor megmondta nem igazi királylány az igazat, hogy elfoglalta a helyét. Igen. És ezt a mesét már ismerős ez a mese, vagy most hallottátok először? Én már néztem. Én is filmben. Te is filmben nézted? Nem, én rajzfilmben. És el tudnátok mondani, hogy mennyi szereplő volt ebben a mesébe? Voltak egy pára, nem voltak sokan. Ki volt a főszereplő? Hát szerintem a királylány. Igen, a királylány, akiből Liba pásztorlány lett, ugye? És akkor volt neki még egy szolgálója, aki gonoszul bánt vele, ugye? És ki volt még benne? A Liba pásztor. Igen, a kisfiú, a Liba pásztor. Igen. És volt benne még egy... A királyfi. A királyfi, és a királynak volt apukája, igaz? A király. És az elején volt még egy szereplőnk, a királylánynak. Az igazi királylánynak az anyukája, ugye? És melyik hős szeretnétek eljátszani, mondjuk, hogyha ezt színdarabra vinnétek a suliba? Hát én a királylányt. Én meg a királyt. A Liba pásztorlány című mesét hallgathatták meg, melyet a Szervo Mihály Általános Iskola második osztályos tanulóinak meséltünk el. Műsorunk következő részében megtekinthetik a Kékfényű lámpás című mesét. Köszönjük, hogy velünk tartottak, maradjanak továbbra is a KTV televízió mellett. További jó szórakozást kívánunk Önöknek!